következő balkonládánk egy újszerű balkonláda. Saját öntöző rendszerrel látták el, hogy hogy is működik ez. Megmutatom. Kibontás után érdemes kipattintani ezekből a részekből az aljat. Így rárakjuk az ujjunkat, és egyszerűen fölhúzzuk. Ez lesz a betétünk, ami elválasztja az ültetőteret és a vízteret. Ilyen egységcsomagban, minden ilyen balkonládában megtalálható egy úszó. Ebben az úszón fogjuk látni, hogy mennyi víz van a víztároló részben. Ahhoz, hogy vízszintben legyen, az alsó részen vannak ilyen pici részek, három állása van, ezt be tudjuk rakni, és ha véletlen nem vízszintes a hely, ahová szeretnénk helyezni a balkonládát, ezáltal azt is meg tudjuk oldani, hogy ne folyjon ki oldalra a víz. A következő fontos mozzanat, hogy ezeket a vízszívó kanócokat befűzzük ide az alsó részbe. Nem olyan bonyolult, mint először látsz. Ha kész vagyunk mind a három befűzésével, be tudjuk majd pattintani a helyére. Meg is vagyunk. Ellátták vízkifolyó nyílásokkal is a balkonládát. Ha túltöltenénk vízzel, nem okoz gondot, kifolyik a túlfolyókon. Belepattintjuk. Ezekbe a részekbe, így megigazítjuk a vízkifolyókat, és itt oldalsó részen bele tudjuk helyezni ezt a vízszintjelzőt. Csomagunkba helyt kapott egy ilyen kis összehúzó. Ennek az a szerepe, hogy az ültetés során a föld súlya ne tolja szét az egész balkonládát. Ugyancsak a szett része ehhez az ültetéshez alkalmas mennyiségű hozmató trágya, ami szintén 6 hónapra elegendő tápanyagot biztosít a növényeink számára. Előkészítettük a ládát, kezdjünk hozzá az ültetéshez. Én ennek a láda aljára is javaslok egy kicsi argyangranulátumot. Nem kell túl sok. A már meglazított földet belehelyezni a láda aljára. Egy nagyon pici perlitet ehhez is javaslok keverni. Összekeverjük egy picit a földet. Jó. Itt vigyázzunk a nyomkodással, nehogy a víztérbe bele nyomjuk a műanyag részt, ami elválasztja a földet a víztértől. Én megfordítom, ugyanis felénk legyen mindig a vízszintjelző, hiszen az ablakba majd itt tudjuk föltölteni vízzel, és a külső rész, a látvány az inkább a nézők felé legyen. Ugyanaz a mozdulat, ugyanúgy, mint az előző részeknél. A különbség csak annyi, hogy a futó muskátli nyugodtan egy nagyon picit ferdin telepíthetjük. Megnyomkodjuk egy picit, akár ezt a gyökeres részt egy nagyon picit meg is lazíthatjuk. Ugyanígy egy kicsit összenyomva a földet, szépen, óvatosan beletöltjük a balkonládába. Szépen, folyamatosan föltöltjük földdel. Itt már kisebb vízteret hagyunk, mivel a későbbiekben ide fogunk locsolni. Nagyon fontos, hogy az első 10-14 napon még fölülről innen locsoljuk a növényeket. Ez az idő kell a növények számára, hogy a gyökérzetük megfelelően kifejlődjön és elinduljon a víztér felé. Ha ugyanúgy, mint én,
mondhatni elfelejtette az ember az ozmokótot, nem követett el vele túl nagy hibát. Ezt a tartós műtrágyát így szépen ide a növények közé beszórom, és egy picit így kézzel bemozgatva összekeverem a földdel, hogy amennyire lehetséges, mélyebbre jusson. Fontos, hogy összekeverjük a földdel, hogy ne a föld felszínén legyen, hogy föl tudja venni a vizet, ezáltal majd szépen, folyamatosan tudja a műtrágyával tápanyagozni a növény. Levelekről leverjük egy picit a földet, elrendezzük, és kész is a beültetés.